Szerintem is ez jellemzi a legjobban. Talán az a legérdekesebb benne, hogy ki lehet próbálni, milyen is lehetett abban a korban színésznőnek lenni, mert manapság azért már egészen más jelent. Én a hétköznapjaimat nem úgy élem, mint egy színésznő. Szerintem a színésznők nagy százaléka nem így éli, tehát ugyanúgy háziasszony, anya. Borzasztóan érdekes végigjárni ezt az utat. Egy tábornok van itt, nagyságom! Kicsoda? Itt a névjegye. Mutassa. Hogy ne. Bocsássa be! Én színészként egy színészt játszom, aki közben eljátszik egy testőrt is. Szerelmes a feleségébe, féltékeny rá, ugyanakkor testőrként el akarja csábítani. Azt gondolom, ez elég érdekes feladat. Szerep, az én pályafutásom még ilyen szereppel nem találkoztam. Ez egy úgynevezett Untermann, vagy rezonőr szerep, ahogy mi hívjuk. Ezt úgy kell elképzelni, mint a cirkuszban, amikor az artistákat tartja valaki, vagy valakik tartják az artistákat, hát őket hívjuk Untermannnak, és ugye mindig annak van nagy sikere, aki a gúla tetején áll, és onnan leszaltózik, és csinál egy heppet. Na most ez a Rodrigo lesz most ebben az előadásban. Nekem az a dolgom, hogy őt tartsam és segítsem az ő munkát. Közben szeretném, ha nekem is lenne sorsom, nekem is lenne életem. Ezt Molnár Ferenc nagyon szépen megírta. És azért gondolt rám is a kritikusra, mert a kritikus szerepét játszom ebben az előadásban, hogy azért nekem is legyen egy kis életem, de az alapvető dolgom ebben az előadásban a többiek munkájának a segítése, nem az akadályozása. Nem, ez már csalás. Én, mint a fél legjobb barátja, kötelességemnek érzem ezt elárulni. Kinek? Nek? Minek? Mint fél? Hölgyet játszom, aki foglalkozására nézve mama. Nem biztos, hogy a családi állapota is ez, és egyáltalán az sem biztos, hogy mama. Semmi nem biztos. Sok titok van,